Na, sziasztok! Köszöntelek titeket itt egy újabb kirándulós videóban. Most még elég korán reggel van, ugyanis útnak indulunk újra, és el fogunk menni túrázni egyet Ausztriába. A helység nem más, mint Páfau, és ott egy nagy-nagy vízesést fogunk megnézni. Soprontól kb. 2,5 órányira található meg ez a település. 180-valahány kilométer, azt hiszem. És maga a túra egy olyan 3-4 órát fog igénybe venni, felfelé fogunk menni folyamatosan, elég nehéz túra nekünk, viszont nagyon szép a kilátás, és nagyon szép helyeken fogunk járni. Egy dolog valami nehezítés, az az időjárás. Ami véget gondolkodtunk is reggel, hogy elinduljunk, vagy ne induljunk el, de végül úgy döntöttünk, hogy elindulunk. Elég felhős az idő, esőt is jelez, az egyik időjárás, a másik időjárás jelentés pedig nem mutat esőt, úgyhogy ez most ilyen, hát érdekes kirándulás lesz, de reméljük, hogy nem lesz eső, és hogy minden szuper lesz. Kíváncsiak vagytok rá, akkor gyertek, tartsatok velem! Tartunk egy kis pihenőt, és megálltunk egy nagyon szép kilátásnál, érdemes megnézni. Maga a túra a 24-es úti parkolóból indul, és a Szalszó folyó feletti függőhídon lehet elkezdeni az egészet. Jegyet az elején kell váltani, a parkolás az ingyenes, 320 méter szintkülönbséggel 900 méterre tudunk felmenni. Erre a túrára érdemes körülbelül olyan 3 órát szánni és sportcipőben menni. Az egész egy kiépített úton megy végig, habár nem mindig olyan egyszerű, mivel lefele vagy felfele vannak olyan köves szakaszok, ahol egy kicsit nehezebb menni, illetve rengeteg lépcső vezet felfele, gyönyörű vízeséseken keresztül. Megértünk már Páfauba a vízeséshez, most megyünk fel a túrához. Úgyhogy rukkoljatok, hogy sikerüljön! Bátrabbak először a Szalszó folyóba beleugranak, majd raftingolásra van lehetőségük. Mi inkább a túrázást választottuk, érdemes rétegesen felöltözni, hiszen pillanatok alatt átalakulhat az időjárás, és nagyon sokszor esik itt az eső. Lassan felérünk az első nagyobb vízeséshez. Amit az előbb mutattam, onnét jöttünk fel, és még jó sokat kell felfele menni.
Lassan megérkezünk a tetejére, itt már látni is a célt, illetve előtte van egy kis faházikó, valószínűleg azért, hogyha netalántán elkapna az eső, akkor be tudjunk oda menni. Megettünk a tetejére. Le lehet menni a vízbe, el fogok tartani.